Mondhatnánk azt, hogy hát jó, ők így csinálják, aztán majd meglátjuk a végén, hogy kinek sikerül jobban. Ez akár lehetne egy becsületes, tisztességes, fair verseny is. A probléma az, hogy közben kiderül, hogy amit mi csinálunk Magyarországon, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon. És aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét csinálja. Tehát ma az a helyzet, hogy Európában mindenki a migráció ellen van. Lehet, hogy túlzok, és talán még vannak migrációpárti erők, de a kormányokon kívül ma már senki nem érvel a migrációt. Normális ember Brüsszelben vagy Európában ilyet nem tesz. Hát a fél karjukat odaadnák. Azért, ha olyan állapotok lennének migrációügyben náluk, mint nálunk. Tehát az, hogy egy országban nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, miközben ők a. Beleverik a fejüket a falba, hogy hogy lehettek ilyen szerencsétlenek, hogy beengedték a migránsokat, akikkel most nem tudnak mit kezdeni, és csak jönnek és jönnek és jönnek. Szóval ez Magyarország egy példa a európai emberek szemében a saját kormányaikkal szemben.